Részben személyes indíthatású regényként jelent meg 2019-ben a hazátlanok, melyből még felolvasó estet is tartottak bemutatását követően. Míg a 2015-ben megszületett elszakítva című regény a magyarok káváriájáról szól, a hazátlanok annak a több mint 12 millió németnek állít emléket, akit a II. világháború végével űztek el kelet-közép-európa országaiból, köztük hazánkból a svábokat. Ezek az emberek az akkori Németországban tenepettek le, amelynek így 65 millióra dúzzadt a lakossága. A Nyíregyházi írónő a történetről is mesélt 35 perc című műsorunkban. A főhősünk egy fiatal uh, lány, 17 éves a regény elején, és 23, amikor befejeződik a regény, és ugye egy fiatal uh, generációról beszélünk, ők az főszereplők, akik uh, Akármi történik, bármilyen tragédiák előzik őket a szülőföldjükről, az integráció rettenetesen küzdelmes, nem akarják befogadni őket, de akkor is élnek, szerelembe esnek, családot alapítanak, és felépítenek egy új országot, hanem világot a romokból, amely után a második világháborúban hevet Németország, de akár Magyarország is. A mű megírása előtt az alkotó sok interjút készített és meg annyi memoárt olvasott el, amelyek mind megérintették. A hazátlanok három évig készültenek legnagyobb részét, ugyanakkor a kutató munka tette ki. A regényt össze német nyelven is kiadták, amely Németországban és Ausztriában is kedvező fogadtatásra talált. A sikerben a fordításnak is nagy szerepe van, ahogy annak is, hogy ma minden ötödik, hatodik német család érintett a sors tragédiában valamelyik felmenője révén. Mint Kovács Judit elmondta, ezt úgy lehet feldolgozni, ha kibeszéljük a bűnöket és a szenvedés történetet. Kibeszéletlen kollektív traumák ezek, mert a mai Németországban is, vagy a mai társadalomban is nem beszéltek róla nagyon sok helyen a felmenők, mert hogy nagyon nehezen sikerült integrálódni, másodosztályú németek voltak, voltunk hátizsákos cigányok, és végre sikerült, akkor felejtsük el, végre ugyanolyan németek vagyunk, mint az őslakosok, akkor már minek erről beszélni? És vagy ezért nem beszéltek, vagy azért, mert annyira bolzasztóak voltak azok a traumák, amin átélt, átestek, hogy nem akarták, hogy újból és újból felidéződjön, és akkor ismét átéljék ezt a traumát. Az írónő jelenleg tátra meséket ír, de mint mondta, a hazátlanokból már ki is nőtt a következő történet.